hogy amit megeszel, azt valakinek ki kell fizetnie. Ingyen ebéd nincs. Amíg dolgozol, addig magadnak fizeted, de ki fizeti majd, ha megöregszel, elgyengülsz, összetöpörödsz, és nem tudsz már dolgozni. Magyarországon a nyugdíjakat túlnyomó részt az a pénz fedezi, amit az éppen dolgozóktól elvonnak. A mai nyugdíjasok vacsoráját a fiatalok veszik meg. Meghitt és családias rendszer. Nem is lenne vele baj, ha megígérné nekünk a jóisten, hogy sohasem lesz kevesebb adózó fiatal, és nem lesz több nyugdíjas, mint ma. De sajnos egészen biztos, hogy Magyarország, mint egész Európa, öregszik. A nyugdíjrendszer nem tartható fenn, ha nincs, aki kifizesse a terheit. Legfeljebb hitelből, amíg kapunk hitelt. Már ma is így van. A beszedett pénz nem elég. Van más megoldás, egy igazságos és fenntartható rendszer. Nincs igazságosabb ugyanis annál, mintha a nyugdíjas éveit is, ahogy dolgos mindennapjait, mindenki magának finanszírozza. Előre. Így az sem okoz katasztrófát, hogyha 30 év múlva sokkal több lesz a nyugdíjas, és kevesebb a dolgozó. Nem is kell ehhez semmi más, mint félretenni addig, amíg van miből. Ezért járt jól a hangya, és ezért szívott a tücsök. De az ember mégiscsak tücsökféle állat. Magától nem szívesen takarékoskodik. Vesz inkább plazma tévét és új mobilt, a jövővel meg nem gondol. Ezért az állam rákényszeríti, hogy valamennyit félretegyen. Ezt hívják kötelező nyugdíjbiztosításnak. Aki pedig tanult a tücsök kárán, az önként és dalolva hozzáteszi ehhez, amennyit éppen hozzátehet. Mert tudhatja mindenki, aki gondolkodni nem rest, hogy jobb ma egy veréb, ha jut holnapra egy másik.